Vendégünk egy Békés Csabai rendező, a Félink Színház vezetője, Steivender József, köszöntöm stúdiónkban. Jó napot kívánok! Januárban már 10. alkalommal ünnepelték a Csabagyöngye Kulturális Központ közösségeit. A közösségek között ott van a Félink Színház is, mely megkapta az év közössége elismerést. Hogyan fogadták? Nagy örömmel. Nagy örömmel. Ugye a Félink Színházi csoport megalakulása 1978-hoz köthető, ennek már 46 éve. Ez a közel 5 évtized. Milyen változásoknak volt szemtanúja a Félink Színháznál? Hát egy kicsit konkrétabban kellene, mert ekkora időszakban... Rengeteg minden történt. Tehát magát a történelmet nézem akkor is, de ez aztán sodorta az ilyen csoportokat, igen, különösen az első szakaszban, amikor azért komoly feladatai, vagy vállalt feladatai voltak az ilyen csoportoknak tekintve, hogy így úgy, de azért mindig a politika körébe is sodródtak, tehát valamit véleményeztek, akkor már lehetett. Kicsit igen, kicsit nem, de belefért. Ön hogyan és mikor került először kapcsolatba a Félink Színházzal? Mikor kezdődött a közös utazás? Hát tulajdonképpen maga a Félink elnevezés az 88-ban született, azt megelőzőleg József Attila színpad néven szerepelt ez a csoport. Én meghatározóan esztergomi vagyok, tehát számomra ennek a csoportnak a működése akkor kezdődött, amikor én ide kerültem Békés Csabára, és hát akkor elég fiatal voltam még, hát most valószínű, hogy nem látják, de nem vagyok túl fiatal már, és egyszerűen hát ilyen jópofán mondva berúgtam az ajtót a művödési házba, és mondtam, hogy hát én itt vagyok, és rendezni szeretnék, és én ehhez piszkosul értek. Természetesen 20-valahány éves voltam, pont a 78-ban volt, hogy ide kerültem. Tehát 20-valahány éves voltam, és ennek megfelelően nagy arccal jöttem. Véletlen volt a dolog, hogy én akkor éppen ezt a, én így nevezem pofátlanságot, mert valaki ide kerül. Én tudom, hogy elég, hát Magyarországon 250 kilométer az elég soknak látszik. És hát az Alföld akkor nem volt nagyon ismert. Nem sokat mutogattak az Alföldből. Azt tudtuk, hogy hát ha ide jövünk, akkor jókat lehet enni, és ebben vége is volt, ez nagyon szerénytelen, és minden hallgatót kérek, hogy ezt ne rosszallólag fogadja tőlem, mert de az én nagy arcom jelenti azt, hogy az ember hova születik, az egy dolog. És aztán, hogy hol, hogyan tud megélni, az egy másik kérdés, én remélem, hogy azóta már sikerült az itteni életemben bizonyítani, hogy ez nem nagy arcúság részemről. Tehát úgy tűnik legalábbis, hogy elfogadtak itt helyben. Ugye visszautalva az elfogadás, ez nem azt jelenti, hogy a díj az nekem szól. Ez, hogyha ezt a nagy időszakot nézzük, ez 60-70 ember munkájának tekinthető. Ez soha nem volt ilyen létszámú a csoport, csak ennyien megfordultak a csoportba, és ők mind tettek azért, hogy ez a díj, ez valahogy ide jöjjön. Feltehetőleg a most éppen még aktívak, és a közelmúltban még dolgozók vannak inkább homloktérbe, vagy a figyelem középpontjába, és ilyen formán esetleg egy kicsit ők többet tudhatnak, de én azért ezt gondolom, hogy mindenki munkája benne van. Ez egy csoport kapta ezt a díjat, mert hogy az is közösségi díj. Nos, elkalandoztam vissza az elejére, tehát akkor Tábor Lajos gondolta úgy, hogy akkor ő nem csinál tovább egy csoportot, volt akkori Balassiban egy csoport, és egyszerűen hát éppen most mondott le Lajos, akkor vegye át. Hát igen, és akkor most jött a fekete leves, hogy na akkor ez a nagy arc, ez most mit kezdjen el föl a történettel, rögtön volt ott 10-valahány fiatal ember, akik ugye, mivel egy színházi csoportról volt szó, természetesen extrovertáltak voltak, úgyhogy lehetett harcolni rögtön velük, de elindult a csoport, működött,
nagyon sok helyen voltunk. Ez a sok, ez az relatíve, mert elkezdtük a Balassiba, aztán dolgoztunk a Melósba, aminek már hűt helyesen nagyon van. Szintén hűt helye nincsen már a Barneval művelődési házban, a Tégla művelődési házban, aztán a FEG-ben, a Fegyveres Erők klubjában, végül aztán a Csaba gyöngyében kötöttünk ki, most itt működünk a Csaba gyöngyében. Úgyhogy ez a hosszú története a csoport működésének. Ebben aztán különféle eredmények voltak, de maradjon a staféta önnél, mert én szépen elkalandozgatok, hiszen nekem tele van a fejem történetekkel. Ha még 1978-ban maradunk, hogyan került Békés Csabára? Hát Serzsé La Femme. Itt nagyon szép nők vannak. Csak ez volt az oka, hogy Esztergomban? Én erősültem. Hát ez egy súlyos ok. És eléggé nyomósok. Hát igen. Ha az idei esztendőt nézzük, hogyan látja, milyen volt a Féling Színház 2023-as éve? Hát a korábbiakhoz képest csendesebb, bár ez mint minden, ez is relatív, mert azért voltak események. Az év elejétől kezdek időrendben haladni, akkor azt ugye a Félingre koncentrálunk, akkor a Féling néven szereplő csoport, az elmúlt évben volt, hogy 35 éve működött. Ezért kezdtem el megkülönböztetni a kettőt, mert ugye az már sokkal több, de ez most éppen ilyen proforma kerekre jött ki, és egy korábbi 25-ös évfordulóban úgy gondoltuk, hogy összegyűjtünk mindenkit, aki valaha dolgozott velünk. Ez egy, maga a színház, az egy gyűjtő műfaj. Igaz, hogy a színház művészet az maga elsősorban a színpadra koncentrál, de a színpadon megjelenik a képzőművészet, megjelenik a zene, megjelenik a tánc, tehát tulajdonképpen egy gyűjtő művészeti ág. És ilyen formán mi kapcsolatba kerültünk képzőművészekkel, zenészekkel, hát mindenkivel, akik a színpadon valamilyen formában, noha nem látványosan, mert látványosan a színész jelenik meg, de mindenki más is velünk dolgozott. Így akkor elkezdtünk egy kiállítás és zenés sorozatot megvalósítani, és idén is szerencsénk volt ebben a tekintetben. Vendéget tudtuk látni a Vajda Lajos stúdiót egy meglehetősen nagy kiállítással, ami szeptemberben zárult, és áprilisban nyitottuk meg. Nagyon aktív barátunk volt Penyaska László, aki nemrégiben köszönt el tőlünk, nem mintha akart volna, de hát az élet ilyen. Ő nagyon sok díszletet festett nekünk, a Vajda kiállítást követőleg a Penyaska Lászlónak is csináltunk. Sajnos akkor már egy emlékkiállítást. Párhuzamosan aztán bemutattunk egy-két darabot is, és hát most már hál' Istennek, meg még a támogatóknak, tehát az Istennek szoktuk köszöngetni, de azért a támogatókon nagyon sok múlik. Most már több olyan programunk is, ami hagyományosnak mondható, ez a Józsa Mihály Vers és Próza Mondó Fesztivál, amelyik idén volt a, tavaly volt a 8. alkalommal, hogy megvalósítottuk. Most én nem térek ki, bonyolult és hosszú volt az élete, sokfelé dolgozott, de a színházban nagyon komoly része volt, és így meg velünk is dolgozott, így az ő emlékére kezdtük el ezt 8 évvel ezelőtt. A másik ilyen, most már hál' Istennek megint csak többet megért, bár nem ilyen számosságú, a Kárpát-medencei szórvány színjátszó tábor, ami színjátszó tábornak indult, aztán később drámaíró tagozattal is kiegészült, majd aztán a csapatban voltak és vannak is filmesek, így aztán egy filmes tagozattal is kiegészült, és most újabban
Kárpát-medencei szórvány, színjátszó és filmes tábor. Tehát a tábor keretében most már nem is első alkalommal, nem csak a színház művészetet tanulják, akik oda jönnek, és akiket éppen érdekel az a színház művészeti speciális kínálat, amit az aktuális előadók kínálnak, hanem még megjelennek a filmesek is, akik elkészítenek, és aztán a végén be is mutatnak egy filmet. Megint nyilván rokon szakma, mert ott akkor helyben nekik ott vannak a színészek, nem kell senkit felkérni, nem kell senkinek komolyabb gázsit fizetni, mert úgyis ott vannak, és egyébként is a szakmával foglalkoznak. Így ez is megtörténhet. Úgyhogy ezek voltak a jelentősebbek. Ez úgy számosságában nem sok. Ja, hát fesztiválokra járunk bőven, idén egyre jutottunk el, ez a Pár István fesztivál volt, ami Fehérváron már 10-valahányadik alkalommal működik. Ez nagyjából az év mérlege, 2023-as év mérlege. Említette, hogy még ifjú titánként érkezett Békés Csabára, és vágott bele a helyi színházi életbe. Az ön családjában volt olyan, akitől örökölhette mindezt, a színház iránti vonzódást? Nem tudok róla. Tehát ön volt az úttörő? Hát nagyanyám volt kisfaludi lány, de hogy ennek nem valószínű, hogy az apai nagyanyám az valamikor kisfaludi lányként született. De én nem tulajdonítok ennek. Ez szeretünk a rokonainkkal jeleskedni, és akavasint ez jó dolog, de nem a mi dicsőségünk. Tehát az ember saját érdeme, amit ő elér. A rokonság az egy lehetőséget ad, és nem is biztos, hogy tudok vele élni. Tehát ennek különösebb jelentősége nincsen, szerintem. Ha a mai Féling színházat nézzük, kik alkotják a csapat gerincét a színészi fronton? Hál' Istennek ez egy nagyon vegyes társaság, tehát most már vannak 60 fölöttiek is, és hát meghatározóan néha, mostanában már nem annyira, korábban gimnazisták is voltak, mostanában inkább az egyetemista korosztály, tudnék, akik gimnazisták voltak, azok a jó részük ugye továbbment és egyetemistaként működik. Újabban ugye ilyen formán elég nehéz megszervezni, de azért dolgozunk rajta, és sikerül is időnként, hogy az egyetemen tanulók, akik elég nagy szerelemben vannak ebben a dologgal, és hál' Istennek igen, akkor hát két lehetőség van. Az egyik az, hogy el tudnak jönni ide dolgozni Békés Csabára, amíg a családi kapcsolatok, már az eredeti család, ahova születtek, és nem az, ami majd itt kialakul, mert hogy közben ugye alakul mindenkinek a saját élete, és lassan-lassan saját családjaik is lesznek, tehát ez valószínűleg akadályozni fogja az ilyen jellegű működést, ami teljesen pozitív akadály. Tehát ez be kell látni, ilyen az élet, hogy ez így működik. Tehát velük, és akkor így ettől, hogy ők elég sokan Pestre kerültek, Szeged és Pest, legalábbis Békés Csaba vonatkozásában az én tapasztalatom szerint, ahová eljutnak egyetemre a fiataljaink, de most Pesten vagy 7-8-an vannak. És akkor én azt javasoltam nekik, hogy ha már úgyis ott vannak, és egyetemen vannak, és 7-8 ember együtt van, abból már mindig kiadódik egy darab is, úgyhogy alakítsák meg a budapesti szekciót. Nagyjából ez most működik is, és hát jó részt a filmes csapat is ott működik elsősorban. Hát a filmeseknél, bár a színházaiaknál is azért nem rossz helyzete ez, azért Pesten szinte mindent megkapnak. Ha elég ügyesek, akkor figyelmet is. Tehát a szekció alakítás nem csak azt jelenti, hogy akkor ott az a csoport dolgozzon, azt is jelenti, hogy akkor felnövekvő nemzedék, nem csak színészként, hanem rendezőként, tehát komplex alkotóként jelenje meg a színházba, és ilyen formán a filmkészítésben. És megint szerencsés a két dolog, mert először ugye egy ember volt, aki a film felé fordult, Halusz Norbert, ő filmesként kezdte, de aztán próbálkozott rendezéssel is, amit sikerrel csinált, de a film az maradt, az mindig az első szerelem, ami aztán mindent visz.
Tehát ilyen formán az megtörtént, és ekközben a színházzal is dolgozik, és aztán vannak többen, akik a film felé fordultak, és próbálkoznak azon a területen, hogy mi lesz belőle, azt ők majd eldöntik. Ők meg még, akik döntéshelyzetben vannak. És hát a színházi csoport is működik, én szeretném. Én magam részéről szeretném azt, hogyha ez most már tekintve az én koromat, önálló csoportként működne, megtartaná ezt a Féling nevet, meg ha van ilyen, remélem van valamennyi a Féling szellemiséget, de egyúttal a maguk módján ezt módosítanák is. Tehát ahogy a színház az mindig valamit, minden művészet, valamit tükröz a világból, legalábbis megpróbál tükörképet adni. Vagy az egészről, vagy csak bizonyos szegmentumáról, de valamit megpróbál. Most ez persze igaz. Ne soroljuk föl, tehát minden művészetnek lenne a lényege, hogy olyan tükröt mutasson, ami a való világról szól, hogy most ez éppen a kiállítás látogatónak, a filmnézőnek, vagy a színházba járónak tetszik, nem tetszik, ez egy másik kérdés. Azt majd kifejezi tapssal, vagy távolmaradással. Hát ezt majd eldöntik. Szóval itt a gondolat lényege az lenne, hogy természetesen én igyekszem változni, odafigyelni, hogy mi az, amit körülöttem történik, de azért nyilván a koromnál és a tapasztalatomnál fogva én egy módon látom a világot, amit az ember óhatatlanul is átemel a színházba és azokban a rendezéseibe, darabválasztásaiba, amiket éppen kigondol, hogy csinálja meg, és aztán ha vannak játszótársak, akkor ez be is mutatjuk. Hál' Istennek egyelőre még vannak. Már tudnék, akik velem akarnak dolgozni, ez mindig ilyen. Hát ez szerintem csak így működik, hogyha mindig vannak olyanok, akik veled akarnak dolgozni. Mint ahogy én most ide leültem önként, ebből csak akkor lesz jó műsor, hogyha mi önként akarjuk is ezt a dolgot csinálni. Ha valaki beduszkolt hátulról, és én kényszerből beszélek, lesz egy műsor belőle, ezek nem biztos, hogy szeretni fogják, mert nem a lelkünk működik. De az első lépés az, amit nyilván a hallgatóság nem lát, hogy a mi első lépésben meg tudjuk-e valósítani azt a kontaktust, amitől aztán átemeljük, különös egy ilyen podcastba a lelkünket. Ez valószínű, hogy akkor már az ő irányukban is működik, és ez így lesz teljes. Nyilván a fiatalok másként látják a világot, teljesen jogos, és akkor én azt szeretném, hogyha ők, kifejezetten inspirálom őket, hogy hagyják a fenébe mindazt, amit tanultak, próbálják megújítani, nézzék át, hogy a tudásuk mire való, mi az, amit meg lehet mutatni, nem lehet, meg akarnak mutatni a világból, és akkor találják meg a játszótársakat hozzá. Hál' Istennek ebben sokat segít ez a bizonyos tábor is, ami legalábbis abban a 10 napban azt tükrözi, hogy ez a dolog működik. Persze egy ilyen tábor az egy intenzív 10 nap, ez egy kicsit más, mint az a világ, amiben élünk. A mindennapok rohangálása, mert mindenkinek valamit még kell csinálni. Még akkor is kell csinálni, hogyha netán művészként tud dolgozni. Most értem ezt az alatt, hogy ő esetleg színházba dolgozik. Hál' Istennek vannak olyan tagjaink, akik színházba is dolgoznak, illetve hát abból élnek, de hát valamitől elfogadnak minket, és aztán hajlandóak velünk is játszani. Utaltam már el, hogy a Józsa is. Józsa Mési is így volt, hogy a színházban is dolgozott, meg velünk is dolgozott. Ha a színház működését, anyagi feltételeit nézzük, gazdasági szempontból 2024 nehezebb év lesz, mint amilyen a tavalyi volt? Könnyebb lesz, nehezebb lesz, mint tavaly volt? Igen, erre szoktak bölcseket mondani, hogy akkor ez hogy is van meg, vagy nincs. Én a gazdasági részét azt tudom, hogy bizonyos programokra, mondjuk a Józsa Fesztiválra, most itt azokról beszélek, amiket tervezünk, hogy még folytatjuk tovább. Tehát azt tudom, hogy a Józsa Fesztiválra tólig mennyi pénzre van szükség, hogy az azért a hagyományos módon kiállítható legyen.
hogy erre a Kárpát-medencei szórványszínjátszó táborra mennyi pénzre van szükség, azt is tudja az ember nagyjából, hogy működésre mennyi pénzre van szükség, mert hiszen egy könyvelő is már komoly tétel. Tehát ez csak az abszolút lét. Ugyanis legalábbis ez a csoport ez egyesületként működik, és innét kezdve aztán adódnak kiadásai, mert erre egyszerűen köteleznek. Én meg nem vagyok könyvelő. Valamikor voltak olyanok, akik közgét végeztek, de most már nincsenek közöttünk ilyenek. Ők egy kicsit segítettek rajtunk, de most már ez így nem működik. No, összegszerűen nem tudok, mondhatok nagy összegeket, mert... Nem mert, kell összeget mondani. Mert egyet tudok, ami eddig így vagy úgy, de működött, hogy... Állandóan rajta kell lenni a pályázati lehetőségeken, meg kell keresni azokat a így úgy, de mégis pozitív szaldóval működő vállalkozásokat, akiknek ez irányban még van ambíciójuk is. Éppen most van ambíciójuk, mert lehet, hogy holnap nincs, vagy éppen csak a ilyen-olyan, mert ez gazdaság. Most amiről beszélek, egy vállalkozás, ez gazdaság, tehát neki a pillanatnyi érdeke éppen azt diktálja, hogy akkor ez a fajta nyilvánosság, amit mi tudunk biztosítani, ez neki megér ennyit, vagy annyit, vagy amannyit, ami általában nem sok pénz az ő szempontjából, mert milliárdokat kell, hogy elköltsenek, de ahhoz képest, hogyha mi pár százezer forint támogatást kapunk, az azért én úgy szoktam mondani, hogy hát az annyi, mint hogy én bemegyek, azt megiszok egy sört, és akkor ebben vége. Nem akarok megváltani egy vállalkozót sem, mindenkinek megvan a saját baja. De szóval, hogy ezeket az ember vagy megtalálja, vagy nem. Ha szerencséje van, akkor éppen jó időben, jó helyen kopogtatott. Ebből tömegével lehet keresni, és ezen rajta lehet lenni hosszan, hogy akkor most éppen van, éppen fölhívom, vagy éppen egy levélben megkeresem, hogyha kapok visszajelzést, akkor én éppen jó lágébe válaszolok neki, vagy éppen megtalálom azt a hangot, ami mi irányunkba tereli azt a kevés kis apró pénzt, amire, tehát ugye a beszélgetések az össze vége, hogy adjam már meg a számlaszámot. Ehhez a pályázatokban meg sok lehetőség van, de azok is lényegében ilyenek. Tehát a pályáztatóknak vannak céljaik, én most nem akarok belebonyolódni, hogy ez milyen cél, olyan, amilyen náluk van a pénz, ők osztják. Meg kell találni azt, megint ott általában ezek írásban történnek, tehát ott mondjuk az a szerencse, hogy nem lattolni kell, ugye, mert hogyha egy vállalkozónál esetleg esélye van az emberek, akkor fölhív, és akkor lattolva vagy eltalálom a hangnemet, vagy nem. A pályázatokat többnyire meg kell írni, kicsivel több lófja van az embernek, hogy leírja, hogy mit szeretne, még egyszer átnézi a pályázati kiírást, akkor szavakat cserél ki, mondatokat szerkeszt át, hogy az oda jó legyen, és akkor azt hiszi, hogy hó, hát most aztán felfedeztem mindent, most már aztán minden meg lesz oldva, és aztán persze jön, hogy hát sajnos ilyen és olyan okoknál fogva nem, de néha olyan is jön, hogy... Már kisebb összegek megvannak, mondjuk konkrétan egy-két éve korábbi Kárpát-medencei táborra már körülbelül 1 millió forint megvolt, abban nem lehetett volna megcsinálni, de már annyi megvolt. De azért még az ember behat pályázatot, hogy legyen esélye arra, hogy ezt ki tudja állítani. És akkor jön egy visszajelzés, hogy az az összeg, ami, hát nyilván az ember azt pályázza, amiben meg lehet valósítani, azt az összeget egy az egybe megadják. No, ez teljesen forgandó. Ez mint a budai kutyavásár. Tehát ezek a dolgok azért egyszer vannak. Legtöbb esetben van egy összeg, és annak egy töredékét megadják. De most hát, ha jó lesz ez valakinek, aki hallgatja ezt az adást, hogy többnyire úgy érdemes tervezni, hogy a kevesebből is kijöjjön. Ha a jövőbe tekintünk, hogyan látja saját magát 15-20 év múlva? Mit fog csinálni akkor? Hát az én esetemben 10-15 év. A reményeimet mondom el, hogy járókeret,
tolókocsi nélkül még működőképes leszek. A demencia is elkerül. 70 éves vagyok, úgyhogy ne záruljunk zsákba vagy kett, mert ugye nyilván a hallgató ezt ilyen formán nem tudja, és eddig ez nem is került szóba. Tehát, hogy épp eszű, épp elmélyű ember maradok. A lelkemben nincsen probléma. Most eddig megúsztam, hogy búskomorságba szaladjak, most már nem fogok. Ebben persze nagyon sokat segítenek azok a nálam a lényegesen fiatalabbak, akik még hajlandóak velem dolgozni. Persze az idősebbek is. Bár mondtam, hogy vannak, bár nem ez nyugdíjas szekció, ennek a csoportnak az egy nagyon nagy lényege, hogy képes együttműködni a 40-50 éves, a 60 éves és a 20 éves is, és nincs ebben semmi probléma. Tehát tudunk alkalmazkodni egymás világlátásához, egymás szellemiségéhez, és így tovább. Persze ez a vitalitásban nagyon sokat segít. Tehát, hogy ez a csapat ez így tud együttműködni. Igen, hát ez egy jól hangzó szlogen, hogy mint egy nagy család működünk, de ezt nyugodtan ki lehet hagyni, mert ez nem család, a család egészen máshogy működik, csak a jellegét tekintve lehet, mert egy családban van, úgyhogy ott van a bölcsödés, óvodás, nagyarcú középiskolás, és akkor mindenki harcol a maga bajával, a középiskolásra megmondja, hogy mit kéne csinálni, ebben harcol a szülő, de ott van a szülő is, a nagyszülő is ott van. Hát amit itt elmondtam, nagyjából ez majdnem leképezi, mert hogy mi azért a középiskolás korosztályjal kezdünk, hogy az óvodásokkal nem kell bajbolódnunk. De hát ez nem is a dolgunk. Jó, az érdekes lenne ott is színházat csinálni, de én ehhez nem értek. Az egy külön szakma a gyerekeknek színházat csinálni. Vendégünk a Békés Csabai Féling Színház vezetője, Steinwender József volt. Köszönjük szépen! Mi köszönjük a lehetőséget, és reméljük, hogy lesz még alkalmunk. Lesz még, köszönjük. Rövidebb, és olyan, amiben röviden csak a körülöttünk történő dolgokról tudunk beszélni. Köszönjük szépen! Mi köszönjük!